Amit az oltóanyagokról valószínűleg nem tudsz, pedig érdemes lenne tudni, második rész. Anita Petek Dimmer 2008-as zürichi előadásának a második része, magyar szinkronnal. Ebben arról lesz szó, hogy hogyan is lett Louis Pasteur világhírű, és az a történet rögtön fel is veti néhány nagyon jogos kérdést. A francia Louis Pasteur kísérletezett veszett kutyák nyálával. Elvette tőlük, majd belekeverte egy tál húslevesbe. Teljesen egyszerű húslevesbe. Összekeverte a levest és várt, de nem történt semmi. Egyáltalán nem történt semmi. Maximum, hogyha elég sokáig vársz, megpenészedik a leves, de egyébként ezen kívül semmi. Ha már tudjuk, akkoriban még nem tudtuk, hogy a kutyanyála nem tartalmaz veszettségvírust. Pasteur nem talált semmilyen elváltozást a húslevesben, ezért arra gondolt, hogy a veszettség kórokozójának rendkívül aprónak és láthatatlannak kell lennie, és vírusnak nevezte el azt a dolgot, amit nem talált. A vírus mérget jelent. A modern orvostudomány azóta átvette ezt a kifejezést arra, amit ma vírusnak nevezünk, amelyről mindannyian tudjuk, hogy egy betegség kórokozója. És szeretném a kórokozót idézőjelbe tenni. Pasteur akkoriban alkotta meg a vírus kifejezést és beépítette az orvostudományba, ma pedig mindenki úgy tesz, mintha tudná, miről beszélünk. Louis Pasteur véleményem szerint nem érdemelte meg a világhírnevet, de ennek ellenére mégis világhírű lett. 1885. júliusában egy anya a 9 éves fiával, Joseph Meisterrel Elzászból vonattal ment Párizsba. A fiút 48 órával azelőtt megharapta egy veszett kutya 14 helyen. Jegyezzük meg a 48 órát. Pasteur addig soha nem oltott embert, hanem mindig csak szegény birkákat, amik aztán az oltás után sorban elpusztultak, bár erről senki nem beszélt. Pasteur, így van ez megírva a történelmi krónikában, hosszas vívódás után, ami körülbelül 2,5 órán át tartott, ha figyelmesen elolvassák, úgy döntött, hogy beoltja a fiút, mert szerinte úgysem volt esélye a túlélésre. Azt gondolta, vagy beoltom, vagy úgyis meghal. Az emberek a mai napig is azt gondolják, hogy a veszett kutya harapásába belehalunk, ami szintén nem igaz. A fiú 3 héten át minden nap kapott egy injekciót a hasfalába. Ez rendkívül hihetetlenül fájdalmas. Képzeljék el, hogy szegény gyerek mit szenvedett. Louis Pasteur 3 hét múlva azt írta a naplójába, hogy a fiú egészséges maradt. Nem merte használni a meggyógyult szót. Pasteur csak ennek az egyetlen esetnek köszönhetően vált híressé. Soha többé nem kellett bizonyítani a semmit, az egész világ egészen Oroszországig, a cárig, mindenki az ő oltóanyagát akarta. Csak ennek az egyetlen és kizárólagos esetnek a hatására. És most szeretném megmutatni, hogy ez az egyetlen eset miért nem bizonyíték arra, hogy ez az oltás egyáltalán működik. Pasteur az úgynevezett aktív vakcinázást alkalmazta. Mi az, ami megkülönbözteti az aktív és a passzív oltást? Az aktív oltás az, amikor a szervezetnek magának kell aktívan antitesteket képeznie. Ma már tudjuk, illetve úgy tanítjuk, nem tudjuk, csak tanítjuk. Azért ez egy nagy különbség, hogyha a veszettség esetén a páciens nem kapja meg mindkét oltást egyszerre, akkor nincs értelme, akkor az illető meghal. Akkoriban Pasteur csak ezt az aktív oltást használta, és a harapás után több mint 48 óra telt el. Ma már azt is tudjuk, hogy a veszettség elleni oltást a harapást követő első 24 órában kell beadni, mert különben azt mondják, az egész már nem működik, az ember meghal. Joseph Meistert annak idején a hasfalba kapta az oltást, de ma már tudjuk, hogy az oltásnak ez a módja, az oltás helye is teljesen rossz. Máshová kell oltani, ma már közvetlenül a sebbe oltanak.
Aztán ott van az a súlyosbító tény, hogy a két férfit, akik megpróbálták elválasztani a kutyát a gyerektől, amikor az a fiút megharapta, őket szintén megharapta a kutya. Őket viszont nem szállították Párizsba Louis Pasteurhöz, vagyis ez a két férfi nem kapott semmilyen oltást. A két férfi viszont szintén egészséges maradt, ahogy a fiú is, de róluk senki sem beszélt. Ez tehát azt jelenti, hogy az a kutya vagy nem volt veszett, vagy a fiú sem kapott veszettséget, mert különben nem gyógyult volna meg az oltástól. Pasteur egyébként kémikus és nem orvos. Kérem, válaszoljon nekem valaki arra a kérdésre, hogy egy vegyész hogyan tudja diagnosztizálni a veszettséget. Ha még egy orvos sem tud veszettséget diagnosztizálni, ha csak nincs laboratóriumi bizonyítéka. Amikor a beteg bejön az orvosi rendelőbe és megvizsgálják, az orvos a veszettséget nem tudja diagnosztizálni, még a mai napig sem, 2008-ig, nemhogy annak idején. A második részt itt vágtam el, és a harmadik részben arról lesz szó, hogy milyen táptalajakon tenyésztik, vagy termesztik ezeket az oltóanyagokat, és ez már egy olyan téma, aminek nagyon sok ember nem örül, hogyha ez az információ közszájon fog forogni. Ezért arra kérlek, hogyha ez téged érdekel, akkor légy szíves, kommenteld ide, hogy folytassam. Mert nem szeretném kockáztatni, hogy a profilomot letiltsák azért, mert ilyen információkat osztok meg, holott ez senkit nem érdekel. Ha érdekel, akkor persze megosztom, de ha senkit nem érdekel, akkor inkább nem.